tudod. Halló! Jó napot, jó estét azoknak, akik a Libazsírt nézik és hallgatják, és két fékezhetetlen és fegyelmezhetetlen ember van itt körülöttem. Az egyik a legnagyobb örömömre Koltai Róbert, a másik a legnagyobb örömömre Szegvári Kati, akiknek közös múltjuk volt, valami titokzatos közös múlt. Minden nem bizonyos mondjuk. Madács gimnáziumban, vagy nem tudom, és megállíthatatlanul nyomják itt a fülembe a közös történeteiket, egészen vissza a gimnáziumtól a Halló fiúk, Halló lányokig, amihez egyébként azt hiszem semmi között nem volt, ugye? Ahhoz éppen. Eddig még nem. Hát azért a gimnáziumból nem csak tudással profitáltál, hanem hát olyan tanáraink voltak, akikből te egy egész estét tudtál csinálni. Kettőt. És hát mi, akik oda jártunk, mi pontosan tudtuk, hogy Gönczi Samuról van szó, meg erről, meg arról. A közönség nem tudta, de halálosan élvezte. Küldj anyád, rajta leszek, és meg lesz az eredmény. Vagy inkább küldj be apád, 5 perc alatt végzek vele. A mai órán beszélünk Rákocziról, és aztán ráfekszünk Zrínyi Ilonára. Legalábbis ez a terv. Holott nem jártatok egy évfolyamon sem. De ugyanazok volt a tanáraink, és én... Kedves kölcseisek, velem együtt, akik ezt nem értitek, vegyétek tudomásul, hogy ez itt most a Madácsról szólt, ez a... Nem, azért másról én... 20 másodperces összefoglaló. Arra, vannak képek rólad, amiket nem tudok elfelejteni, mikor az első filmed, a Sose halunk meg, bemutatták, már sok helyen játszották, nagy sikere volt. Én a körúton egy moziba beültem, az Zrínyi moziba. Az Zrínyibe, pontosan, és te ott bujkáltál a függöny, pedig már tudtad, hogy siker és minden, és ott voltál, és azt mondták, hogy minden előadáson, amikor tudsz, ott vagy és figyeled messziről, távolról a közönséget. Igen, ez igaz. A közönséget figyelted, vagy annyira élvezted, amit csináltál, amit megteremtettél, vagy létrehoztál, hogy a filmet is annyira nézted? Nem hittem el, hogy ebből megszület. Én elgondoltam valamit, megígértem a nagybátyámnak, hogy Gyuszi bácsi úr, még egyszer film lesz. Persze, mondta, hát a világ legnagyobb az ember. A Válfás? De... Igen. A Válfás Gyuszi, de az, hogy tényleg megszületik, tehát arra semmi esély nem volt. Gyakorlatilag kultfilm lett, nem csak megszületett. És hogy tudtad ezt kijárni, Robi, hogy... Nem jártam semmit ki. Ez egy... Mondom, neki mesélgettem, hogy még a Gyuszi bácsiról egyszer film lesz. Egyáltalán nem gondoltam, én se komolyan. Hát filmet csinálni, hát az nem tudom, mi kell. Mint ahogy még most sem fogadnak el a úgynevezett filmesek egy része. Ez nem úgy van, mint Amerikában, hogy jön két fiatal, a Ben Affleck, meg a Matt Damon, és az első filmjük Oscar-díjas lesz. Igaz, hogy ott nem rendezték, ha... Mondjuk a Sose halunk meg Magyarországot képviselte az Oscar-díjért. Én tudom, igen. Amerikában senkit nem érdekelt, ugye ez két zöldfülű kezdő, és színészek, és mégis nyernek. Miért gondolod, hogy nem fogadnak el a filmesek, hogy nem tartanak filmesnek? Hát annak vannak látható jele is, meg egyébként látható jelei lennének, hogyha elfogadnának úgy, de nem, de azért a legjobbakkal, tehát a Jancsó, Makkarcsi bácsi, szóval velük... Simó Sándor. Hát a Simó találta ki azt, hogy tudom. El tudta képzelni, hogy... Ezt akartam hallani, hogy az ő stúdiójában hát, sikerült ezt megvalósítani. Ráadásul még azt is mondta, hogy de csak akkor támogatja, hogyha én játszom a Gyuszi bácsi szerepét. Mondom, erre annyi esély volt, hogy ebből film lesz semennyi. És ő is egy másfél oldalas szinopszis alapján mondta, hogy valami így szimatott. Simónak hihetetlen érzéke volt az ilyenhez. És csodálatosan segített. Például volt olyan, hogy már javába forgattunk, most ugrok egy pár hónapot, másfél oldal alapján azt mondta, hogy a szimata azt súgja, hogy ebből én, mint rendező jelentkeztem. Lukács Andorral együtt mentünk be hozzá, mert ő már egy három nővér adaptációt csinált. Igen. A Simó stúdióba. És azt mondta, hogy valami azt súgja neki, hogy ebből siker lehet, de kiköti, hogy
ne csak rendezzem ezt a filmet, hanem hogy én legyek a nagybátyám. Én a nagybátyámat mindig egy ilyen kétméteres embernek gondoltam, meg láttam, és ő volt a legmagasabb a családban, és a legnagyobb szerencsejátékos is, aki mindig bajt hozott. Ahol ő megjelent, ott mindig baj volt. Hát pont ez a egyszerre komikus és drámai. Hát tragikomikus. Tragikomikus figura, igen. Elég az hozzá, mondom, de hát hogy, hát még én eddig nem rendeztem filmet, majd segítenek, mondta Simó. És tényleg a Balogh Kálmán volt a társrendező, segítő. Mindig azt kérték, mikor megérkeztem, hogy játsszam el a jelenetet. De volt köztük 40 szereplős jelenet, vagy egész lelátó ott volt. És akkor lejátszottam úgy, ahogy abban a pillanatban gondoltam. Szorongtál közben, hogy mi lesz belőle, vagy akkor már önfeledten csináltad? Nem, még azt mondta, hogy annyiban is segít, hogy a Jordán Tamás meg a Lukács Andor kap valamilyen szerződést pluszba, a szerepükön kívül, mert csodálatosan játszottak a filmben egyébként, de ők segítenek majd nekem. Hát ebből az volt, hogy az Andor egy hétig ráért, és például az ő ötlete volt, hogy 5-6 számmal nagyobb cipőbe táncoljak, amikor a gyerekkel keringőzünk. És az bejött, meg még sok minden jót mondott. Minden bejött ebben a film. Na, aztán apukádat is megfilmesítetted. De azt nem ebben a filmben. Nem, csak hogy így a család az tovább folytatódott az ő életben. Ő csak bekerült a Patika című. Hát apukámnak köszönhetem tulajdonképpen az egész pályámat, mert ő volt az a csodálatos versmondó, aki bennem mindent elindított, ami ide vezetett a végeredményhez. Humora volt, és iszonyatos versmondói készsége. A összes filmet közül melyiket szereted a legjobban? Hát az összeset. Én mindegyiket láttam, és mindegyiket szerettem, de hát, azt hittem, hogy van azért olyan, amit... Van. Hát nyilván a Sose Alunk meg az egy örök. Most már 31 éve volt a bemutató. És Oscarra is nominálták, tehát szóba került Oscar-díjra is. Hát főleg Magyarországot képviselt, és ez egy nagyon nagy megbecsülés, hogy... Mert azt aztán tényleg nem kritikusok döntötték el, hanem a szakma legjobbjaiból álló. Beszélünk majd a színészetről is, de volt az életednek egy másik nagyon meghatározó szakasza, ugye az Illetékes Elvtárs, ami körülbelül ugyanazt jelentette, mint Bárdi Györgynél Gogyerák, de ki tudtál mászni belőle? Tehát nem volt ez végig meghatározó, nem? Hát amikor mondjuk Lőrinc barátot játszottam, amiben nem voltam túl jó, akkor nyilván nem tartottam így a számot. Az Illetékesnek mai napig megvan a jó meg a rossz oldala, tehát hogy tényleg egy pillanat alatt tudja mindenki, hogy miről van szó. A másik, hogy ezért nekem nem kell izgulnom március 15-én soha, amikor díjakat osztanak, mert én velem bejött színpadra jelentős vezetőnk, vállalta, hogy az Illetékessel bejön, az pedig egy olyan szerep, amiben csak az Illetékes győzhet, annyira, hogy nem is hagyja szóhoz jutni. És ez pont egy akkori, 30 évvel ezelőtti választások előtt volt, amikor vállalta, hogy a Fehérvári Színház... Ja, akkor volt az, hogy a Csúcs László a Rádió Kabarét kiszórta a rádióból. És ezért ilyen tavaszi hadjáratra indult Farkasházi vezetésével az egész rádiókabaré, a Boncz Gézától kezdve, a Markos Gyuriig, tehát mindenki, a színészek. Mindig más színházi városban voltunk. Ez 94, ugye? Jól emlékszem. Azt hiszem, igen. 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 És minden házban egyet értünk. És akkor volt az, hogy a mostani vezetőnk vállalta, hogy bejön az Illetékessel. Na de hát az egy olyan szerep volt, hogy... De milyen mostani vezető? Orbán Viktor? Hát akkor mondjuk ki, igen. Hát azért, mert már nem rejteges. És erre nem emlékszem, bement veled a színpadra? Hát arra azért nem emlékeztem, hát ez... mi ki voltunk tiltva akkor a rádióból, az csak... Eredeti helyszíneken fordult elő, értem. Színházakban. Csak valamiért nem tudtam, igen. Nagy vidéki színházakban.
ilyen tavaszi hadjáratként megjelent a Rádió Kabaré. Erről tudtam, de valahogy nekem nem volt meg, hogy is Orbán Viktor szólózott ott veled. Hát az fantasztikus. Hát... És tűrte? Nem, hogy tűrte, hát nyilván megegyeztek. Én ott elkövettem közös... egy bakit, egy nagyon csúnya bakit, mert azt mondta az akkori image felelőse, hogy jó, de azért ne túl sokáig tartson. Mert az, aki az illetékesebb bejött, az mindig vállalta a veszélyt. Hogy, hát például itt így kezdtük. Például hogy, én is. Mi a kis pajtás? Te akarsz miniszterelnök lenni? Előbb nőjél meg, aztán se te leszel. Így indítottam. Na most a közönség, ráadásul az egy érzékeny hely a fehérvári közönség. A közönség az gurult a nevetéstől, de én nem tudtam, mert se, ne, előző év végén az egész MSZMP kormánnyal csináltam ugyanezt. És senki nem sértődött meg. De jogos volt, mert tényleg azt beszéltük meg, hogy 5 perc, és megbeszéltük, hogy mi a végszó, hogy ki tudjon menni azért elegánsan. Mert vállalta, hogy jó bejön. És telt múlt az idő, és szép lassan, nagy volt a siker, és szép lassan kiment a fejemből, hogy mi is a végszó. És azt láttam, hogy néz rám, hogy mi az anyádnak nem mondod, amiben megállapodtunk. És ettől végképp elfelejtettem, hogy mi az, amire ő ki tudna menni. És hát a közönség viszont megköveteli. Tehát egy kabaré közönség, teltház, fehérvári, Vörösmarty színházban nagy darabokban játszottam. Isteni közönség volt, sikítoztak. Na tessék, látod, ők eldöntik. Te miért nézel ilyen vádló rám? Mert már végül már abba hagyta azt a kevés együttműködést is, ami volt köztünk. Csak így nézett, hogy na mikor kérdezem meg, amit megállapodtunk. Amit nem jutott eszembe. Sajnos nem jutott eszembe. Biztos nem lehet egész véletlenül, hogy csak nem akartad, hogy eszedbe jusson? Mert hogy... Nem, megmondanám. Nektek megmondanám. Nem, egyáltalán nem jutott. A nevemet nem tudtam volna, már annyira zavart. Viszont a közönség az megköveteli, hogyha megszülettek a poénok, hogy azon menjünk még tovább. Mikor már negyed órája nézett, hogy most mi legyen, akkor mondtam a legjobb poénokat. Emlékszel, egyszer én is voltam vendéged? Én minden emlékszem. És mi lett a vége? Bocsánat, csak zárjuk le ezt hát a... Nyilván... Az, hogy még mindig ott vagyok. Nem lett vége, azt nem tudom, hogy... Azt tudom, hogy a Farkasházi meg a Selmeci, akik szintén benne voltak ebben a jelenetben, szép lassan indultak. Hova mennek? Én ezzel az emberrel csak 2 tanú jelenlétében beszélgetem. Még ezt is hozzá tudtam tenni. És akkor ők ott maradtak. Ő nem tudom, hogy ment ki. Azt tudom, hogy akkor még abszolút a Fidesszel, mint liberális párttal mindenki jóba volt. Most már tudom, hogy kezdődtek a szakadások. Az a lényeg, hogy én nem mertem kijönni ideig. Ő valahogy kiszökött, aztán kiment. És egy hét múlva Pest Erzsébeten, vagy hol a Révész Máriusz valami választási választási gyűlésén, szintén elhívtak. Meg is köszönte, azóta is megköszönte már többször nekem a Révész Máriusz, hogy én ott közreműködtem. És akkor összefutottam a Dajcs Tamással, és mondta, hogy Robi, a Viktor nem örült. Már erre célzott a fehérvári szereplésünk. Uh-huh. És ettől kezdve nagyjából ez a része eldőlt. Ettől kezdve nagyjából nem kapsz állami díjat. Nem. Ja, hát akkor ezt kibeszéltem. De halhatatlan lett. Mert azt meg a közönség adományozta. Azt a közönség megszavazta, és nagyon örültünk neki, te is tudom. Egyébként fáj, hogy nem kaptad meg a korcsoportodnak és a kultúrában betöltött jelentőségethez járó díjat, vagy kijárna díjat? Hát nem egy öröm, de ugyanakkor ezzel együtt lehet élni, és nagyon sok szeretetet kapok percenként az emberektől. A kaposvári időszak az mindent eldöntött az életedben? Múltkor végignéztem újra a
A Bástya sétány 77-et, és hát 74. A 77 volt az eredeti, és a 70, hogy milyen nagyon helyesek volt, ott Kaposvár felvonult abban az előadás, vagy filmben. Igen. Hát ezzel együtt lehet élni vidáman. Tehát annyi szeretetet kapok. Az tény, hogy az Öngyilkos című darabból, amiben a címszereplő voltam, arra minden díjat megkaptunk, Vasár rendezését. Azt is meg lehet nézni, mert fönt van a YouTube-on. Tudom, én láttam, igen. És hát tulajdonképpen ez a lényeges. Most mit csinálsz? Ebben a pillanatban? Na most tudom, hogy velünk beszélsz, de hogy rendezés az nem nagyon néz ki, azt hiszem senkinek se, az általam ismert rendezők közül pillanatnyilag egyik se dolgozik. Hát én elég sok helyen lépek fel. Ez önálló este? Igen, igen. És hát megpróbálom a szép és jó oldalát látni mindennek, ami velem történt, történik, és még esetleg történni fog. Jó, azt látom, hogy jól érzed magad, mert az valahogy... A Rózsavölgyiben is föllépsz, nem? De hogy... Nem. Ott nem. Ott mindig szó volt róla, de az végül soha nem jött össze. De mindenfelé föllépek egyébként. Az önálló estel. Igen, és 3 könyv készült eddig, amit a Gál Ildivel közösen sose halok meg. Az első 75 címmel az első, a második az Én kabarém, a harmadik volt a Végszót adok-veszek. És most lesz a negyedik, azt az Ildi írja, Koltai 80 filmes könyv. Oh. Tehát amiben a filmrendezésem, 9 filmrendezésem, meg a nagyobb filmszerepek. Akarnál filmet csinálni? Tehát most... Volt idő, amikor akartam, most éppen nem gondolok konkrétan. Meg hát ahhoz, amit beadunk, az Vámos Miklóssal adtunk be egy elég jó alaptörténetet szerintem. És hát szóban és mit állam. Mondtak? Semmit. Fejlesztésre nem kapott? Nem, se mondták, hogy köszönjük, nem? De hogy nincs pénz. Nincs pénz. Vajna alatt egyébként próbálkoztatok? Hát sok időnk nem volt rá. Én a Vajnának kedves színésze voltam, meg rendezője, mert... Ezért gondoltam. Mai napig is a miniszter félrelép a legnézettebb magyar. Igen, hogy neked ott nem kellett protekció, mert te ott megcsináltad a puhoárodat a miniszterrel. Sokan szitták Vajnát. Oké, csak hogy nem, ebből nem következett az, hogy simán adott volna lehetőséget, ha te rendezni akartál volna? Hát egy rendezés... Színész hit benned, de mint rendező nem vett komolyan? De nem volt köztünk semmilyen differencia. Nagyon szeretett minket a Kern Andrissal, hogy együtt rendeztük, de azért az mindig több év, amíg egy film a gondolattól a moziba kerül. Egyébként, mikor Vajnát kinevezték, akkor a filmszakmából sokan lázadoztak, és ma már azt mondják... Már visszasírja. Hogy az volt az aranykor, mert akkor tényleg csak a minőség számított, semmi más. Meg az, hogy siker legyen, hát mondjuk ezt... Valamit tudott, valamit nagyon tudott. Sok vitánk volt, tehát volt, amikor együtt írtuk a könyvet az Andrissal, tehát megbeszéltük, hogy azokat a jeleneteket, amikben én vagyok többet, mert ezt színházban látta Vajna, amikor hogyne. Úgy döntött, hogy... A József Attilában. Igen, igen. Mi ráadásul úgy döntött, hogy mi rendezzük. Ami egy erős döntés volt, hiszen egy nagyon jó rendezője volt a darabnak, Szirtes Tamás. De ő látta a filmjeinket, mert nekem addigra már 2 filmem volt, a Andrisnak meg a Stracciatella. Stracciatella. És azt mondta, hogy ti rendezitek is. Hát nem sokat... vitáztunk, és így a hát, nem végső... Volt, és mivel volt a vitáitok Vajnával? Hát nem volt mindenbe igaza. Biztos az akciójelentekbe akart belebeszélni, nem? Mert ez a mániája, hogy ahogy kergetőztetek az Astoriának a külsején, belsején. Abba annyira beleszólt, mert azért azt el kell mondani, hogy ő valamiben nagyon nagy volt.
fizikailag, például azt, hogy a Gáspár Sanyi a tolószékestől átrepül a Astoria kávéháznak az üvegablakán ki a utcára, Kossuth Lajos utcára. Azt a műszak nem tudta megoldani hosszasan. Tehát, hogy úgy tolják azt a kocsit, hogy az kilőjön. És kitolta be? Vajna. Neki állt. Puff. Tehát nem csak dumált, hanem csinált is. Hát dolgokat. Ezt megtanulta odakint. Igen. Aztán, amikor összevesztünk, néha forgatás közben mindig van valami összecsapás. Akkor az Andris mondta neki, hogy miért nem mész vissza Hongkongba, most 80 éves. És két nap múlva ott hagyott minket, hogy csináljuk akkor egy ideig. Olyan? Aha. Óriás. És kiment, de nem ezért ment ki Hongkongba, hanem ő tényleg ott és átvágatott ott volt. Valamit? Volt benne olyasmi, amiben... Nem, hogy átvágatott, nagyon jól nyúlt hozzá. Tehát eleve jó volt az anyag, de el kell ismernünk, hogy jól nyúlt hozzá még poéntanilag is. Tehát igen, kérte, hogy szeretne élni a utolsó vágás jogával. És akkor egy hétig ült benne a vágószobába, és tett bele ilyen kis ritmusokat, amitől... És ti ott voltatok, vagy ti nem, nélküle? Nem, akkor már nem. Mi akkor már letettük. És az is jó volt. Tehát... Aha. És elismertétek neki? Igen. Tehát végül is akkor ez egy jó ízű együttműködés lehetett. Hát vagy ez harcos. Mondanád? Meg közben két helyre kirepített minket. Rómába egyszer a repülőgépén, egyszer meg Cannes-ba. Hmm. És ott mi is voltunk. Jachton. Csokornyakkendő? Nem, jachton. Tényleg jachton voltatok? Igen. De az ő általa bérelt jachton. Oké, de ez kedveskedés volt, baráti gesztus volt? Persze. Abszolút mindent a film érdekében, de abban a pillanatban, amikor az utolsó forgatási nap lezajlott, akkor minden addigi kedvezmény megszűnt, mert nem dobálta a pénzt, hanem odafigyelt, hogy színház nem hiányzik, Robi? Hát, megnézem ezeket a régi előadásokat, a Asher-féle közös munkákat. Akkor csak öröm van bennem, de nem, nincs hiány. Vele könnyű volt együttműködni? A könnyű szó az nem illik ide, mert ő mindig nagyon kemény volt. Meg gúnyoros, meg minden, de zseniális. Már az jutott eszembe, hogy ahogy te bementél a Zrínyi moziba megnézni, hogy hogy hat a filmed. Nem az csak a Zrínyi moziba, ahol... Én mikor ilyen vidéki bemutatók voltak, akkor is mindig végignéztem a közönséggel együtt. Hát tanulni igazán abból lehet a... Hogy hol nevetnek meg ilyen. Meg a levegővétel, tehát hogy hol van csönd. Na csak azért hoztam szóba, mert hogy Asher Tamást meg láttam egy csomószor ott a... az erkély hátsó sorok környékén ólálkodni a saját rendezéseinél is. Tehát, hát például az Állatfarm című darabban, meg néha nem bírta ki. Nem bírta ki, és nem bírt csöndbe maradni. Mert ő mindig a délutáni vonattal jött le Kaposvárra megnézni az aznapi előadást, és mindig egy nagy zaj volt, amikor bejött, és valahol hátul megállt. És tőlem előző előadás után kért valamit, hogy ne abba a szórendbe mondjak egy mondatot. És persze, tudtam, hogy már megjött, mert zörej volt minden. Már ideg alapon se jutott eszembe a jó sorrend, és egyszer csak azt mondja, mi van? Mint az Állatfarmnak a fő, Minimus nevű költőt játszottam az Állatfarmnak. Leszóltam a darab vége felé. Ez sok harc volt köztünk. De ez a közönségnek teljesen úgy látszott, mint hogyha ez teljesen normális előadás lenne, nem? Hát odáig igen, amíg le nem kiabáltam, hogy mi van. Még a papádra... Azt hittem, hogy bele tudott simulni a darabba, az Állatfarmba. Nem, ezek szerint nem. Ezek szerint nem. Apukádra még egy pillanatra visszatérnék, mert hát tudom, hogy mennyire nem csak az életedet határozta meg, hanem a alkotásaidat is, hogy meddig látta a fiát? Tehát mit látott,
mégis. Aztán még a Hippolitot is látta a filmet. A filmben. Na, abban nem játszottam. Nem, a filmet, igen. Még a Hippolitot is látta, de hát a többit meg végig kísérte. És volt vélemény? Hát büszke volt nagyon. Meg ő se gondolta, hogy ez tényleg olyan, mint egy lottó ötös, hogy én elmeséltem egy történetemet, amit elképzeltem filmen. Csócsóhoz mit szólt például? Várjál, hogy hányban volt az? Csak azt, hát azt, hogy csak, azt nem tudom. Szerintem de... a Csócsót is megérte még. Ja nem! Nem, akkor már nem ért. Akkor már nem ért, pedig hát... Hát igen, az a Sztalinváros, ahol gyerek voltam, apa minden benne volt, és annak nagyon örült volna. Hát tulajdonképpen a Csócsó bácsi figurája az, hát ezért kérdeztem. Szervező. De ami a legtöbb, amit adott, az a vers. Tehát ő olyan mennyiségű csodálatos magyar verset, magyar költőt ismert, tudott és szeretett, és olyan magas hőfokon mondta, amiből nem lehetett kiszállni. Úgyhogy otthon szavaló versenyek voltak, anyukám volt a zsűri elnök, és mindig apukám egy ponttal nyert. Egy-két pontot. Azt elfelejtettem, mert meg akartam nézni, de elfelejtettem megnézni. Téged rögtön fölvettek? Nem. Rögtön nem vettek föl. Hozzá kezdődött, hogy nem vettek föl. Egyébként meg a versmondást illetően Petőfi verset úgy mondani, hogy apukám mondta Péter bátyát, az hihetetlen. Innen jutott valószínűleg eszembe, hogy mi volt a felvételén, mert hogy ha valaki abban nő fel, hogy monológok ezreit meghallgathatja otthon, vagy versek ezreit meghallgathatja otthon, azt gondoltam, hogy ez egy előny a felvételinél. Nem, nem volt ott gond. Én se vettem volna föl magamat, amikor érettség miért? Után. Hát mert egy zöld fiúcska voltam. Bementem. Parancsoljon! A Gáti tanár úr kedvesen invitált a színpadra. Mit hozott? Akkor már megbántam, hogy megszülettem. No, elmondanám a Tell Vilmosból, hogy miért pont azt, mert volt egy szöveggyűjtemény, és abból kivettem. Lusta voltam. Kivettem a Tell Vilmos monológiát, mikor lelövi a fia fejéről az almát. Parancsolj! Mondom, kaphatnék egy széket? Nézzen körül! És 12 szék volt a színpadon. Olyan ideg állapotban voltam. Tehát én igazat adok, hogy akkor nem vett föl, és egyszer később, mikor már tanított a főiskolán engem is, akkor jó hangulat alakult. Nem, tanár úr, azt tetszik tudni, hogy a tanár úr rúgott ki engem az első felvételében 2 éve. Milyen igazam volt, apukám? Milyen igazam volt? Jársz színházba vagy moziba? Hát a film, minden nézek a telefonon meg a DVD-ken. Ezt most nagyon nézem, ezt a magyar csatornát. Ja, a mozi, az nagyszerű. És minden filmről majdnem kiderül, hogy amit azt hittem, hogy láttam, abban én csak belenéztem, teljesen új dolgokat látok, és meg olyan filmmel is találkozom, amit én szerepelek. És nem láttad egészbe? Nem. Komolyan, van ilyen? Hát nem is egy. Hát, nem voltál kíváncsi magadra? Hát hiába vagyok kíváncsi, hogyha Kaposváron le nem jöttem a színpadról, és minden este, pont amikor tévéadás van, játszom. Akkor se lehet olyan, hogy az ember nem nézi meg a saját művét. Ennyire de nem voltam narcisztikus. Az én művem volt. Minden szín. Meglepted magad? Most meglepődtem például a Névnap című tévéjátékon. Ez a Németh László? Nem. Az, mert annak is van. Nem. Az egy kortárs a Névnap, kortárs író. Aki Kanadában ment ki. Kertész Ákos. Igen, a Kertész Ákos Névnapja. Pécsi Ildi, hát csupa halottakkal. Csak a Piroska meg én élünk, mi voltunk egy házaspár, és egy olyan komédia volt, hogy leesett az álom, hogy a Kozák László mekkora színész volt. Bizony. Ahogy abban működött.
meg egyáltalán a Zsámbéki rendezte, egy TV-film, mert filmre vették. És jó voltál benne? Nem voltam rossz. És ezt láttad itt például először egybe? Igen. Aha. Igen. Mert, ja igen, most akarom mondani a lényeget, hogy például volt egy idő, mikor a Bakterház ment. Uh-huh. Na de hát én színpadon voltam nyilván. És akkor nem úgy volt, mint most, hogy 5 percenként minden egy gombnyomásra megint meg lehetett nézni, hanem amit nem láttál, ha például szerepeltem egy filmbe, és nem láttam, azt nem lehetett behozni. Nem volt mikor, mert nem ment többször. Úgyhogy volt ilyen, hogy a például a Bakterház ment, akkor én játszottam valamit Kaposváron. Tehát nem láttam, amikor a tévé adta. És miután nyert valami díjat, még egyszer levetítették másfél év múlva. Na én akkor láttam először. És ezért nem értettem, hogy miért mondja nekem a kicsit alkoholista, de csodálatos Bill nevű pozannos a színházban, mindig mondta, hogy gyönyörű, általában estére már nem jól volt. Jól volt. Megmondlak a Juditkának, a Pogány Juditnak. Igen. Pécsi Ildi, Szalma Kazal! Pécsi Ildi, Szalma Kazal! Ezt nyomta. És másfél évig azt hittem, hogy ez neki a delíriumban jár, hogy ezt kiabálja nekem, hogy gyönyörű szépen, megmondalak. Igen, Somogyi tájszólásban. És amikor végre megláttam a Bakterházat, akkor tudtam meg, hogy miért mondja. Mert én egyszer korán végeztem, és úgy döntöttek, hogy megpróbálnak valamit csinálni, hogy ne menjen hiába az idő, és odarakták az én csizmámat, a baktersapkát a szalmakazal elé. És a Pécsi Ildi bement a szalmakazalba, és ott volt egy statiszta, de azt nem látjuk, hogy ki van bent, csak az, hogy megy be az Ildi. És így leföl mozgatták a szalmakazalt. De hogy ő miért mondta nekem, hogy gyönyörű szépen megmondanak, hogy Pécsi Ildi szalmakazal, tudtam, hogy én szalmakazalban nem voltam, hogy 4 hétig forgattuk, de én szalmakazalt nem is láttam. És másfél év után megértettem. Másfél év múlva értettem meg, hogy... Ezzel a nagyon jó történettel mindjárt vége, de azért azt mondd meg a nézőknek, hogy hol láthatnak manapság téged. Hát például, aki akar, az Rákoskertem, mert 6 éve ott élek kint. Sétáljanak Rákoskert felé. Az önálló estedre gondoltam. Ja. Az önálló estet legközelebb Felső Őrsön lehet látni. A Balatonnál. Sose halok meg. Címmel csináljuk a Gál Ildivel ketten. És mi van a Cicával, aki főszereplője volt a te Facebook oldaladnak? Itt aludt, ilyen közel. Tündén. Pingpongazni is szoktál még vele a pingpongasztalon? Azt mondta, hogy nem vesz többet ütőt a kezében. A macska? Hát igen. Ez egy sorozat volt nála, nem persze. Nem láttam, bocsánat. Persze, és ott bájulogtak egy pingpongasztalon. A legnagyobb Facebook fan. Nem, a legnagyobb Koltai hívő. Én azért mindent nem nézek meg, de hát a Koltait nem hagyom ki a Cicával. Mikor lesz ez a Felsős? Holnap után. Akik meg akarják nézni, véletlenül Felsős közelében járnak, mert mindenki meg akarná nézni, de akinek kézre esik, az menjen és nézze meg Koltai Robertet. Jó, hogy itt voltál, köszönjük. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Libazsír jövő héten is lesz, úgy, bizony, mint... Bizony lesz. Na. Tartsuk titokban. Tartsuk titokban, legyen meglepetés. De egyébként a Scherer Péter jön, úgyhogy... Én emlékeztem rá, csak nem mertem mondani, mert attól féltem, hogy lehet, hogy tud valamit a Kati. Nem, Scherer Péter jön. Oké, akkor is lesz, tehát Libazsír, nézzenek bennünket, viszontlátásra.